Újabb közúti tragédia híre rázta meg Magyarországot hétfőn a délelőtti órákban. Bács-Kiskun megyében, Solt közelében az 53-as számú főúton két kamion és egy traktor karambolózott, majd a két teherautó kigyulladt, és az azokban ülő három személy bennégett a gépjárművekben. A mezőgazdasági balesetek száma az aratások idején minden évben megemelkedik. Tolna megyében szerencsére az idei évben még mezőgazdasági munkagéppel történő balesetről nem érkezett bejelentés, mely személyi sérüléssel végződött volna. Azonban elmondhatjuk azt sajnos, hogy az elmúlt években három olyan tragédia is volt, amelyben mezőgazdasági munkagépek voltak érintettek. Ezek mindegyikében a feltételezett okozó a traktornak a vezetője volt. Magyarországon 2021-ben 605 mezőgazdasági baleset történt, amiből 6 halálos kimenetelű volt. Tolna megyében 2019 és 22 között összesen 15 olyan sérüléssel vagy tragédiával végződő baleset volt, melyben mezőgazdasági munkaképek is érintettek voltak. 7 alkalommal feltehetően a traktorosok, 8 esetben pedig az autós vagy motoros okozta a balesetet. Az egyik legkomolyabb baleset ezek közül egy nagy dorog illetékességi területén történt baleset volt 2020-ban, amikor egy Sárszentlőrinci útszakaszon, a Sárszentlőrinci kis hídnál egy kisfiú az út szélén a hídon állt, és egy tárcsázó munkagép át akart haladni a hídon, és a kisfiút nekiszorította a híd pillérének. A balesetben a gyermek olyan súlyosan megsérült, hogy a mai napig maradandó fogyatékossággal él tovább. A rendőrség megkér minden közlekedésben résztvevő személyt, hogy minden esetben türelemmel, kellő óvatossággal és körültekintéssel közlekedjenek az utakon, és ne kezdjenek bele olyan előzésekbe, ami balesetekhez vezethet.